Köszöntöm Önöket, a Sportforum című műsorunkat látják itt a GOL TV-ben, a mai fő témánk a birkózás lesz, hiszen vendégem, akit sok szeretetek, köszöntök, Hotter László, a Baranya Megyei Birkózó Szövetség elnöke. Szia Laci! Hát azt Szia hiszem, hogy van miről beszélnünk, ugye elég annyi hozzá, hogy nem sokára ugye olimpia, de azért itt ebben az évben is zajlottak már az események rendre városunkban. Kezdjük talán akkor egy idény összegzéssel nyújság birkózó sportákban. Hát nagyon jó eredményeket ért el a Baranyai birkozásban a, a, négy Pécsi Egyes, vagy a Baranyai Egyesület. Ugye ezt tudni kell, hogy Pécsen van a Pécsi Birkozóklub. Szigetváron meg van két egyesület, a Délzselét és a Szigetvári Birkozó Egyesület, valamint van még most egy kihelyezett tagozatuk. Úgyhogy több magyar bajnokunk van eddig, de ez még nem az év vége, ugye még csak fél évnél tartunk, hogy remélem még több magyar bajnokunk is lesz ebben a, a megyében viszont egy nagyon örömteli esemény, azért azt is elmondanám, hogy most június másodikán rendezük Pécsen az Egyetem és Főiskolai Országos Bajnokságot, ami annyit jelent, hogy egy ilyen előszere a két év múlva kerülő Egyetem és Főiskolai Világbajnokságnak, amit szintén Pécsen fogunk rendezni. Ne szaladjunk ennyire erőle, maradjunk még ezeknél a baranyai kluboknál. Mennyi verseny lehetőség van ezeknek a fiataloknak? Hány verseny volt? Majdnem minden hétvégén verseny van a különböző korosztályoknak, tehát azt el lehet mondani, hogy az edzők nem unatkoznak, hanem minden hétvégén úton vannak. Természetesen mindig különböző korosztályban, most például a hétvégén kadett verseny volt Kaposváron, jövő héten Serdőlő magyar bajnokság lesz Csepelen, akkor, amikor Pécse lesz ez a diák, és egyetem és főiskolai országos bajnokság, valamint a következő hetekben, meg a hónapokban, ugye a jön, akkor szünet lesz, de szeptembertől megint kezdődnek a csapatbajnokságok, illetve a magyar bajnokságok. Mi a helyzet a versenyzők minőségével, ugye ahány sportvezetővel, sportolva beszélünk, mindenki panaszkodik, ugye a gazdasági helyzet, stb. stb. Te mit tapasztalsz, versenyzők száma nő vagy csökken, lehetőségek száma nő vagy csökken? Hát nálunk Pécsen olyan 20-30 gyermek jár hozzánk, ezt tudni kell, hogy mi nem felnőttekkel foglalkozunk, hanem utánpotlás neveléssel. Tehát iskoláskorú gyerekekkel, a felnőtteket viszont már nagyon nehéz megtartani. Tehát ezek a gyerekeknél már nincs az a kitartás, mint annak idején, amikor még mi voltunk gyerekek, el lehet mondani, hogy Ugye a birkozásban nem azonnal jönnek az eredmények. Itt azért éveknek kell eltelni ahhoz, hogy valami eredménye legyen a, a, a birkózásnak, viszont a gyerekek türelmetlenek. Inkább leülnek a számítógép mellé, vagy a mostani modern sportoknak inkább azokat űzik. A birkózás az egy ö, kitartó sport, azt lehet mondani, jellemet, egyéniséget ö, teremt a gyerekeknek. És mégis mivel tudjátok akkor lehívni őket az edzőterembe? Hogyan veszitek rá őket a sportolásra? aki egyszer lejön az edzőterembe, akit megcsap az a izzadságszag, azt szoktuk mondani a birkozásban, akkor azért az ott szokott maradni. Tehát azért azokban a gyerekekbe azt mondom, hogy a, akik lejönnek abból az 50 a kitartó, és azért ott marad birkozni. Iskolákban milyen lehetőségetek van, lehetőségeitek vannak? járunk az iskolákba is toborozni, ugye a grundbirkozáskor is, amikor van a megyei meg a városi döntők, akkor is szoktunk toborozni a gyerekeket, de inkább elmennek focizni, kézilabdázni, tehát ilyen sportban, ahol, ahol a gyengébb a szereplése is akkor is ott tud maradni, de a birkozás az egyéni sportát itt neki kell teljesíteni. Igen, hát nincs egyszerű dolgot, ugye, mert vannak népszerű sportágok is a birkózásnál, azért mégis mivel operáltok, mivel próbáltok meghatni a srácokra? Hát azért azt el kell mondani, hogy a birkozás az ott van az olimpián is mindig, az éremes híjesek között, és azért, azért nagyon világ és Európa meg olimpiai bajnokaink vannak, tehát több mint egy labdajátékokban. És büszkék is vagyunk erre, és nem menjünk messzire, itt van például Szigetvár, van egy Módos Péter nevezetű olimpikonunk, aki ott lesz a londoni olimpián is. És éremes a Péter. Hadd nem mondjam, hogy milyen színű, de remélem, hogy minden fényesebb. Ö, hogy sikerült éppen, ha már Péter tenlítetted az ő felkészülése, hogy, hogy ö, sikerült kvalifikálnia magát, hát, hogyan sikerült az elérnie? Az. A Péter az egy olyan versenyző, hogy ezt mindig el szoktam mondani, a ismerősökkel is beszélgetünk, hogy mikor még kisgyerek volt, és a szüleivel is nagyon jó barátságban vagyunk, ott voltunk náluk, és a Péternek a falára ki van írva, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. Nem, hogy szeretnék, hanem akarok lenni, és a Péter az is lesz. Úgy érzed? Igen, 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 igen. Hogyha már egy esély sajnos elment, ugye, mert beteg volt az előző olimpián, amikor Kínában nem tudott kimenni a Péter, kapott egy súlyos fertőzést, de Londonban nagyon-nagyon, hát most is a versenyeken világbajnokokat, Európa-bajnokokat simán megvert. Ez szorít már az idő, hiszen nem sokára, hogy itt van a, a, az olimpia ilyenkor mivel szokott általában telni a nap edzésekkel, vagy esetleg az ellenfelek feltérképezésével, hiszen ez is egy nagyon fontos része. Igen, a hétvégén is versenyen voltak kint a válogatott is, hogy most ez nem baranya, hanem a válogatottra beszélünk, a második emberek kint voltak egy világkupán. Egy kötött fogású világkupán a 11-es egyesületből hatodikak lettünk. Az nagyon-nagyon az jó eredmény. Tehát most azt el kell mondani, irániak, azeriak, törökök, mindenhol tehát ilyen a világ minden részéről ott voltak a legelittebb csapatok, és azok között hatadéknak kell lettünk, az nagyon-nagyon jó eredmény. És Péter számára egyébként megvan már ennek a metódusa, hogy uh, hogyan fog majd versenyezni, hogy kitől tart a legjobban, vagy uh, hogyan számolja magát, hogy fog egyáltalán eljutni a döntőig, és hogyan lesz majd olimpiai bajnok? Igen, a Péternek van egy jó, jó tulajdonsága, ő nem tart senkitől. Ő oda megy föl a szőnyegre, és ő hozza az eredményt, ahogy kell. Minden, minden versenyen a Péter éremesélyes, és ugyanúgy most egy héten, vagy naponta kétszer-háromszor edzést tartanak a vállalkatót Ugye most is ő fönt van, meg már ő úgy van, hogy már csak vendégként jön haza a szüleihez. Tehát ő már bent a olimpiai faluba ott van, és ő készül keményen a megmérettetése. Azért gondolom lesz egy kis pihenője közvetlenül a nagy megméretetés előtt, hogy egy kicsit föltöltődjön energiával, és akkor ne magát a Igen, Veszemnek. Természetesen, úgyhogy lesz egy pihenő, tehát elvileg mire az olimpia kezdődik, addigra éri el azt a csúcsot a teljesítményebe, is, hogy szép eredményt fog elérni, reméljük. Hát ugye Péter egy sok közül hosszú-hosszú évek óta dolgozom már itt a, a birkózó sportban. Szerinted így hány gyerekből nők egy módos Péter, tehát egy hány embert kell megmozgatni ahhoz, hogy legyen egy ilyen olimpiai bajnokságra is esélyes sportolunk, akár itt Pécsen, akár a megyében? Hát Magyarországon körülbelül két 3 ezer birkózó van. És a moszkvai dinamónál ott pedig több tízezer birkózó van. Most azért azt kell összevetni, hogy egyes éresebe több mint 10 ezer birkózó van, itt Magyarországon meg 3 ezer birkózó van, és ebből kerülnek ki az Európa világbajnokok. Tehát úgy, hogy Magyarországon nagyon-nagyon jó, jó birkózók vannak, ahol a világon elismerik a magyar birkózókat. Azt tudni kell, hogy a birkózók azért külföldön is csapatbajnokságokon a németeknél, meg a horvátoknál részt vesznek, azért, mert jó, jó jó birkózó anyag. Magyarországhoz képest ez a szám, amit mondtál egyébként, ez milyen kevés, vagy sok? Vagy... Ez, ez kevés, kevés, kevés. Mennyi Tehát, lenne szerinted az optimális? Hát szerintem az a 10 ezer biztos. Annyi könnyebb dolgunk lenne akkor? Igen. Több módos Péterünk lehetne igen, akkor? Igen, 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 több módos Péter lenne, és, és, azért azt el kell mondani, hogy a fiataloknál is már példakép a módos Péter, meg a hozzá hasonló mostani válogatott kerettag. Hát egyet sajnálok, hogy a kisbálás sajnos nem tudott lenni. Ugye neki volt az a úgymond doping vétsége, amire eltiltották, amire nem is ő volt a hívás. Ugyanúgy ez más sportágban is előfordul, most nem akarom mondani, hogy a Csegánysban is ugyanez a helyzet. Igen, azért is fontos, hogy a Péternek a szerepe, hiszen egy ilyen világverseny után a netán jó helyezést ér el, akkor nem tudom, hogy hogy szokott -e lenni, hogy megnő ugye a gyerekek száma, és mindenki egyből birkózó akar lenni, igen. én is, én is, én is. Igen, igen, fontos Kert, az így van. Hogyne, hogyne, természetesen. Hát most a válogatott mellé visszahívták ugyanúgy a volt olimpiai bajnokunkat is, a, a Pistit, aki ő, ő volt az utolsó olimpiai bajnok, Segíti a, a Módos Pétert meg a másik ilyen kisebb súlyzsogató bírkozókat arra, hogy felkészíti az Olimpiára. Edzési lehetőségek egyébként itt a városban vagy a megyében mennyire adottak? Hát Pécsen nálunk a Banki a iskolában van az edzésünk. Szigetváron szintén két általános iskolában van az edzésük, úgyhogy sajnos a teremgonddal küzdünk mindenhol. Meg nem csak az, hogy a teremgond, hanem az, hogy elég kemény pénzt kell érte fizetni, és azért azt elő kell teremteni minden hónapban. Tehát úgy, hogy nagyon szűkös anyagi helyzetben van a birkózás Magyarországon. nem annyira régen, nem stúdió körülmények között, nem privátban, egy sportvezetővel beszéltem, és ő mondta, hogy van bizony, hogy a szülő a legnagyobb visszatartója a sikereknek, mert vagy nem engedi a tanulás miatt a gyereket edzeni, vagy ö, anyagi okokra hivatkozva nem tudja neki megvenni akár a felszerelést, vagy ö, fizetni bármi tagdíjat. Nálunk ez mennyire jellemző? Nálunk nem erre jellemző, hanem arra jellemző, hogyha ha olyan van, hogy el kell menni egy versenyre, akkor a szülők is odaállnak, és igenis segítik a gyerekeket. Tehát szólnak, hogy ha valaki nem tudja elvinni, akkor elviszi a másik gyerekét. Tehát összefogás van azért nálunk. Tehát ezt nem lehetne mondani, hogy, hogy így széthúznak a gyerekek. Azt, hogyha az iskolában rossz az eredmény. Nem hiszem, hogy ezt a sportra kellene fogni. Tehát a sport az nem hátráltatja a tanulásban. Tehát azelőtt is vannak doktorok is birkozásban, mégis elvégezd az iskolát a birkozás mellett. Nem, nem, ott szerintem ott a szülőkkel lehet a baj, meg a gyerekkel, hogyha valaki úgy tanul. Egy fiatalabbnak mennyi időt veszel a, egy hétből akár, vagy egy napjából, hogyha rendszeresen jár hozzátok, és tényleg azt mondod, hogy tehetséges, és hogy ezekkel, hogy foglalkozom, mennyi időt veszi el az idejében? Másfél-két óra a napi edzés. Most ez a, az nem hiszem, hogy ez a, az a tanulásnak a kárára menne. Ez a, inkább azt mondom, hogy a gyereknek a fejlődésére menne. Tehát nem szabad azt mondani, hogy nem engedlek el edzésre azért, mert rossz az átlagod. Igen, oda kell figyelni a gyereknek az iskolájára. Nálunk az edzők is foglalkoznak a gyerekkel. Tehát megkérdezik, hogy mi újság van az iskolában, és hogyha valami probléma van, akkor szankcionálják a gyereket, hogy nem játsszad edzésre, hogyha ne valami van, használ elmondhatom, hogy aztán is a, a, jól tanulnak a gyerekek. Ha már elmintetted az edzőket, az edzőképzés Magyarországon? A birkozásban minden évben tartanak edzői tanfolyamat, továbbképzést, ugyanúgy minden évben szeptemberben indul egy edzői képzés is, akár itt Pécsen is, vagy Budapesten is, attól függ, hogy hányan jönnek össze, és ezen kívül viszont oktatófilmek is vannak. Tehát a birkozás is egy olyan, hogy majdnem minden, év, most szintén az olimpia után is fognak változni a, a a bírói, nem csak a gárda, hanem azt mondom, hogy a, a versenynek a, a, megpróbálják azt csinálni a verseny, hogy minél látványosabb legyen, minél eladhatóbb legyen a tévének. Tehát a szabályokon úgy fognak változtatni, hogy az olimpia után, hogy jobb legyen, hogy még, 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 még ennél is jobb legyen, pedig most jó a szabály. És mindig-mindig a továbbképzéseken tanulja meg ezek, ezeket az ember. Ezt a helyzetet találkozunk, mindig át, beszéljük ezt a szabálymódosítást. Mennyire tartaná célszerűnek egyébként, hogyha egyáltalán bármibe is változtat. Most azt mondod, hogy jó a jelenlegi szabály, de azért mégis biztos, te is tudnál mondani olyat, amitől lehet, hogy még eladhatóbb lenne. Én, a szerint, én szerintem most jó a szabály. Tehát most úgy van, ugye, van a kötött fogás, meg a szabad fogás. A kötött fogásban az van, hogyha nincs pont. Tehát 0-nál -0 van, akkor a partnerhelyzetben leküldik először a piros versenyzőt, utána a kéket. De ezt tudják is a versenyzők, hogy hogy vagy ki tudom védekezni, vagy nem tudom kivédekezni ezt a fél percet, ugye meg két perces egy menet. És már úgy állnak hozzá, hogy úgy birkoznak. De viszont most már az új szabályban az van, hogyha már van pont, nem küldik le. Mert ugye amikor leküldték mondjuk, volt egy pontja a pirosnak, és leküldték, akkor nem csinált semmit, akkor csak feküdött az ellenfél, hogy teljen az idő. Most viszont azért harcolni kell, ugye, mert minden mert végén eredmény hirdetnek, hogy azt a menetet melyik versenyző győző, nyerte meg. Na hát akkor mi meglátjuk, hogy mit hoznak majd a döntnökök. Térjünk hát akkor a következő hétre, hiszen ahogy ugye már néhány szóban beszéltünk róla, lesz egy verseny, erről légy minden fontos információt, hogy akkor milyen verseny is lesz ez, hol? Június másodiká lesz az egyetemnél fent az Egyetem és Főiskolai Országos Bajnokság, amit most azért is rendezünk meg, hogy 2014-ben Pécs rendezi a világbajnokságot is. És egyáltalán, hogy szeretnénk ebből egy, egy Kedvet csinálni itt az egyetemistáknak, hogy nézzék meg, hogy milyen egy birkozóverseny, jöjjenek el azok is, akik még eddig nem látták ezt a sportágat, hogy hát, ha érdeklődik utána. Körülbelül mennyi versenyzőre számítottak? 89 fő fog jönni, úgyhogy Pestről is rengeteg jönnek meg, ugye ez nem egyesületek lenne, hanem ez, ez iskolákról van szó. Uh -huh. És ez a 2014-es esemény, ez már biztos egyébként? Hogy itt... Igen pedig még csak 2012 -től. Igen, ez úgy van, hogy a fila naptárban is már két-három évvel ezelőtt már jelentkezni kell arra, hogy ki szeretne már megcsinálni ilyen versenyeket, és már eldöntött, hogy 2014-ben már Pécs rendezi a világbajnokságot. Hát akkor sportdiplomáciában is jók vagyunk. Hát a, igen, igen, a elnökünknek, a Egerős Csabának köszönhetően, hogy ő a filának az elnökségének a tagja is, meg a szervező bizottságnak az elnöke, tehát amikor az olimpiát Londonban is ő fogja rendezni. Hát akkor reméljük, hogy nem lesz majd terem probléma 2014-ben. Reméljük, reméljük, igen, mert most azért Pécsen nem valami jó helyzetben vagyunk. A helyszínek egyébként megvannak már, hogy hol lesznek lebonyolítva? Hát az még nincs. Hát akkor kidolgozás alatt van. Igen, 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 azt, azt majd volt felsőbb szinten fogják eldönteni, hogy hol fogják rendezni a versenyt. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál, és akkor a jövő heti rendezéshez sok sikert kívánunk természetesen, és majd reméljük, hogy Módos Pétert is sikerül becsábítani valamikor a stúdióba, és beszélgetni vele egy út. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt tehát a Sportforum. Legközelebb friss kérdéssel már holnap várom önöket, addig is minden jót viszontlátásra.